országból. Már ma is jelentős az így külföldre kerülő pénz. Mind az iroda automatizálási, mind a vállalatirányítási rendszerek piacán a külföldi szoftverek a dominánsok. Ezeket a negatív hatásokat részben ellensúlyozni lehetne, ha például a gazdaságfejlesztési támogatási programok keretében meghatározó, az ország és az információs társadalom kiépülését segítő projekteket, akár speciális K plusz F potenciált támogató konstrukciók keretében magyar, illetve dominánsan az országban működő cégek kapnának. A konkrét szakterületekkel kapcsolatban elmondható, hogy például az új Széchenyi tervben kiemelt egészségturizmus se lesz enélkül sikeres, mivel a külföldi versenytársainkhoz képest nem elég versenyképesek a turisztikai, promóciós és foglalási rendszereink. Ennek ellenére nem folynak ilyen fejlesztések, nincsenek ilyen pályázati kiírások. Érdemes kiemelni az innováció fontosnak ítélt, de sajnálatos módon nem kellően támogatott területét is. A modern K plusz F már jelentős mértékben a biotechnológiai és az informatikai kutatásokat jelenti. Amíg azonban a biotechnológiai kutatás kifejezetten drága, az informatikai relatíven olcsó, így figyelembe véve az ország hagyományait, erre volna érdemes fókuszálni. Tisztelt képviselőtársak! Összességében elmondható, hogy ami az informatikai fejlesztéseket jelenti, illetve az informatikát érintő szabályozást jelenti, ezzel az előterjesztéssel elsősorban nem az a probléma, ami benne van, hanem ami hiányzik belőle. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, felszólása következik Karácsony Gergely képviselő úr, az LMP képviselőcsoportjából. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, az előttünk lévő írománynak ugye az a cím, hogy egyes hírközlési tárgyú törvények módosításáról. Én mégis nagyon nagy részben nem erről a témáról szeretnék beszélni, mint ahogy nagyon nagy részben ennek a törvénymódosításnak a témája valóban nem a hírközléshez, hanem a média világához tartozik. Hagyj kezdjem egy kicsit személyes felütéssel. Rogán Anna, a képviselőtársam, meg sikerült lassan elérnie, hogy lassan rettegni fogok a születésnapomtól, ugyanis tavaly éppen a születésnapomon nyújtotta be Cserpalkovics András képviselőtársunkkal közösen a média szabályozási cunami első állomását, és ez egy péntek délutánon volt, és hát most megint egy péntek délutánon, egyébként egy nappal a születésnapom előtt, vagy után, nem tudom pontosan, tehát nagyon hasonló időpontban jött ez az újabb, hát nevezük talán salátatörvénynek. És közben persze voltak más törvények is, például ugye a januárban életbe lépett média törvény, és hát azt látjuk, hogy ennek az egész média világnak Magyarországon egy folyamatos újraszabályozásával találkozunk. Igazából az embernek kétfajta olvasata lehet erre, az egyik az, hogy talán keresik a helyes megoldásokat, talán tanulnak a saját hibáikból, és éppen ezért kell mindig újra módosítani az általuk nem is olyan régen módosított törvényeket. És ez nem mindig sikerül jól, mint hogy egyébként ennek a törvénymódosító csomagnak is vannak olyan rendelkezései, amelyek olyan paragrafusokat törölnének el, amelyek egyébként abszolút nem is léteznek. Tehát úgy tűnik, hogy itt is volt egy kis férsz munka jellegű dolog a törvény előkészítésében, és hát valóban megint fel kell tennünk azt a kérdést, hogy voltak éppen kik is írták ezt a törvényjavaslatot, és megint ugye fel kell hánytolgatnunk, hogy megint nem a kormány előterjesztés, amit tárgyalunk, bár valóban ugye a minisztérium honlapján valóban kín volt egy előterjesztés, ami egyébként nagyon sok szempontból hasonlít ehhez a törvényjavaslathoz, de azért olyan nagyon széles társadalmi párbeszédről nem beszélnék, tudomásom szerint ez pontosan 6 napig volt kint a minisztérium honlapján. Úgyhogy megint egyéni képviselőindítványon állunk szemben, amit tekintettel a Rogán képviselőtársam, akit egyébként kiváló képességekről ismertem meg még egyetemista koromban, hiszen egy kollégiumban laktunk. De azért mégsem gondolom, hogy ő ennyi törvényjavaslatot képes benyújtani a tisztelt háznak, hiszen csak ezen a héten több módosító javaslata van gazdasági témájú törvényeknél is. Ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen kinek az asztal fiókjából jönnek elő ezek a törvények, és hát miért olyan slendiának, mint amilyenek. De az is lehet, hogy tulajdonképpen ez egy tudatos dolog, tehát megpróbálják szépen adagolva elfoglalni a médiára indítás rendszerét, és tulajdonképpen lépésről lépésre haladva, lehetőleg elkerülve a média inger küszöbét, úgy gyúrják a saját hatalmi célnak itt megfelelően újra és újra a média szabályozást. Ami a távközlési részét illeti a törvénynek, én ehhez csak viszonylag keveset tennék hozzá, annyit talán azért elmondanék, hogy amikor Rogán Anna képviselőtársaim arról beszélt, hogy
Európában és Magyarországon is független hatóságok irányítják a hírközlést, akkor nem tudtam, hogy mire gondolt. Tehát hol van Magyarországon független hírközlési hatóság? Én olyan hírközlési hatóságról tudok, aminek az elnökét, aki egyébként korábban egy fideszes országgyűlési képviselő volt, a miniszterelnök nevezte ki 9 évre, és amennyiben különbözik mondjuk... És akkor igen, a múltjában továbbra is visszább is lehetne menni, de ez nem lenne talán ildomos. Tehát annyiban különbözik mondjuk a hírközléssel foglalkozó minisztertől, hogy valószínűleg, ha önök így folytatják, akkor 3 év múlva önök már ellenzékben lesznek, a Szalihanó Mária még akkor is 9 évig hatalmon marad. Egy végzetes centralizáció történik a hírközlés területén is. Ráadásul itt is megjelennek nyomozati jogkörök egyfajta alternatív hírközlési rendőrség felállítására. Úgy látszik, hogy a Fideszben van egy ilyen erős vonzódás a nyomozati jogkörökhöz. Akkor komolyra fordítva a szót, ugye, ami a média világát illeti, 3 törvényt módosít ez a sanáta törvény. Egyik a digitális átállásról szóló törvény, másik a média alkotmány, és végül, ahogy már az említve lett, közel 100 ponton a média törvényt is módosítja ez a törvény. Ami a digitális átállást illeti, ugye itt van egy valóban, ahogy szintén elhangzott már, van egy digitális átállás vizsgáló albizottságunk, van erről egy törvényünk, amit legutóbb egy zárószavazási módosítással módosított a tisztelt ház a média törvény vitájában, és akkor teljesen indokolatlanul módon és nyilvánvalóan teljes mértékben házszabály ellenesen a digitális átállásra vonatkozó határidőket kitoltuk. Így tulajdonképpen Magyarország, bár korábban a digitális átállás élharcosa volt, aztán így sereghajtóvá vált, most újra begyorsítanánk, aminek csak örülni lehet, hiszen ez végső soron több gazdasági, meg hírközlési szempontból is egy fontos előrelépés lenne. Igazából azt a problémát azért szeretném felvetni, hogy ez a jelenlegi törvénymódosítás olyan típusú kritériumokat állít az analóg sugárzás lekapcsolásához, amelyben semmilyen társadalmi érzékenységi szempont nem érvényesül. Persze aztán rendeletet még lehet alkotni arról, hogy hogyan lesz például a lakosság tájékoztatva, vagy hogyan lesznek mondjuk a rászorulók segítve abban, hogy információval és akár támogatással is le tudják szerezni a digitális vevőkészülékeket. Ezzel kapcsolatosan a törvény semmilyen garanciát nem szab. A további nagyon fontos és egyébként alapvetően szándékai szerint, legalábbis remélem, hogy lehet jó szándékot feltételezni, talán pozitív, ugye az SNTV törvénynek több módosításait, én csak egyről szeretnék beszélni, ami nagyon éles vitákat váltott ki. És azt kell mondjam, hogy ez a törvénymódosítás így utólag tulajdonképpen bevallja, hogy ebben a vitában azoknak a társadalmi szereplőknek, ellenzéki pártoknak és a sajtószabadságért tüntető civil szervezeteknek adott igazat, akik azt kifogásolták, azt vetették a törvény szemére, hogy a nyomozó hatóság, vagy különböző mindenféle hatóság számára ugye az újságíróknak ki kell adniuk a forrásokat, akkor, hogyha egyébként közelebbről meg nem határozott nemzetbiztonsági szempontok szerint ez indokoltnak tűnik, és mivel az eredeti törvényben, az SNT 6. paragrafus 3. bekezdésében nem szerepelt a nyomozó hatóság kifejezés, ezért teljes jogon lehetett azt gondolni, hogy a törvény a hírközlési hatóságot, illetve a média hatóságot is olyan hatóságnak tételezi, ami kötelezheti az újságírókat arra, hogy kiadják a forrásaikat. Most itt egyfelől örülnünk kellene annak, hogy ebben a 3. paragrafusba bekerül a nyomozó hatóság kiegészítés. Viszont valami rejtélyes okból bekerül a 2. paragrafusban is, ami éppen a forrásvédelmet biztosítani akarja, és éppen arról szól, hogy nem kell kiadni a forrásokat hatósági eljárások során. Most itt bekerül a nyomozó hatóság kifejezés, ami nagyon szerencsétlen, mert ezzel arra utal, hogy akkor megint belemehetünk egy olyan játékba, hogy akkor viszont a média hatóságnak ki kell adni ezeket a forrásokat. Én feltételezem, hogy itt a törvény pontosítása volt a fő motiváció, bár akkor még egyszer mondom, az média tanács a korábbi ebben a vitában elmondott álláspontját revidiálja, hiszen ők azt gondolták, hogy a törvény egyértelmű, ezek szerint mégsem volt annyira egyértelmű, hogyha módosítani kell. Itt én beadtam egy módosító indítványt, hogy ebből a bizonyos második bekezdésből vegyük ki ezt a beszúrást, mert ezzel tulajdonképpen teljesen értelmetlenné válik a módosítás. És akkor nézzük a médiatörvény módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyekből rengeteg van. Én néhány pontot emelnék ki most itt ezek közül. Az egyik az, hogy ebben a folyamatos újragyúrásában a média szabályozásnak, ugye a fő
áldozat az a közszolgálati médiaszolgáltatók, akik hát folyamatosan egy megváltozott környezetben kellene, hogy kielégítsék azokat az igényeket, amit mindenki elvár tőlük. Például azok az adófizetők, akik ugye évi 10 milliárd, 60 milliárd forintot körülbelül ennyit költenek erre a célra, és ugye mit látunk, azt látjuk, hogy egy meglehetősen kaotikus átalakulási folyamat kellős közepén vagyunk, és ez a káosz, ez hát politikailag legalábbis támadható hírműsorokat és zuhanó nézettséget eredményez. És azt gondolom, hogy nem csak ezt, hanem azt is lehet látnunk, hogy a folyamatos újra szabályozásban tulajdonképpen csak tovább növekedik a káosz. Ennek a törvénynek az egyik legkevésbé érthető javaslata ennek a törvénymódosítási csomagnak, hogy tulajdonképpen a média tanács döntés minden évben dönthet arról, hogy hány közszolgálati csatorna van Magyarországon, azzal a megszorítással, hogy rádióból és televízióból legalább egynek lennie kell. Most ez milyen típusú hosszú távú tervezést feltételez, hogyha évenként döntünk? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy miért éppen a média tanács dönt erről? Hát nyilván a megfejtés ott van a politikai rövidpórázon, tehát nyilván ezért van így, de mi a túrónak van akkor kuratórium, meg közszolgálati testület, meg költségvetési tanács, meg mindenféle más testület, amelyiknek egyébként legalább bármi közük lenne a parlamenthez, vagy valamilyen fajta civil szektorhoz. Nyilván ilyen típusú politikai kiegyensúlyozottság, vagy bármilyen társadalmi kontrollnak a megjelenése a média tanács esetében fel sem merül, hiszen pontosan tudjuk a média tanács történetét. Így azonban nem lehet tervezni, és bármennyire is a múlt héten a kihelyezett bizottság ülésünkön a közszolgálati média vezetői megpróbáltak minket arról meggyőzni, hogy milyen rendben mennek a dolgok, és igaz, hogy nem idén össze, hanem jövő tavaszra lesz világos műsor struktúra, amikor egyébként már nem világos az, hogy milyen feladathoz kell egyáltalán dolgozni az ott dolgozó újságíróknak a televíziónál, de az ott dolgozók egynegyedét már ki is fogják rúgni. Tehát tulajdonképpen ott megnyugtató szavakat próbáltak mondani, de voltak éppen teljesen egyértelmű, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni ezen a területen. Na most egy olyan szabályozás, ami folyamatosan évről évre újra nyitna egyáltalán azt a kérdést is, hogy hány csatorna van, hát ezt nem tudom a megnyugtató megoldások közé sorolni. A másik dolog, ahol szintén egy ilyen kisgömböcként folyamatosan eszi meg a közszolgálati média világát, ez a bizonyos médiaszolgáltatási alap, ami hát gyakorlatilag ez a törvénymódosítás, ha jól számolom, már a negyedik újraszabása ennek az alapnak a kompetenciájának, a feladatkörének. Most túl azon, hogy eredetileg ugye az alap fölött is a parlamenti pártok által választott és az ellenzéki pártok által is jelölt kurátorokkal feltöltött testület, a közszolgálati kuratórium felügyelte ezt az alapot, amit aztán ugye kiszerveztek a média tanács alá, majd utána beszerveztek gyakorlatilag mindent a média ebben a média szolgáltatási alapba, és továbbra is apró pontokon tovább gyengítik ehhez képest a közszolgálati csatornáknak az önállóságát. Most tulajdonképpen itt ami újabb ebben a fajta felzabálási folyamatban, ahol a médiaszolgáltatási alap mindent maga lenyel, ami a közszolgálathoz tartozik, itt ráadásul a médiaszolgáltatási alap gazdálkodásával kapcsolatos szabályok tovább lazulnak. Van egy olyan pont például a törvény javaslatban, hogy a média tanácsnak meg kell alkotnia a médiaszolgáltatási alap részletes szabályozást kell alkotnia az annak a gazdálkodásáról, viszont ezt nem kell nyilvánosságra hoznia. Vagy az is benne van ebben a törvénymódosításban, hogy a korábbi státusz, tehát a vagyonkezelő és pénzalapi státusz helyett ez a javaslat már lehetővé teszi, hogy az alap egyben gazdálkodó szervezetként is működjön, anélkül, hogy megfelelne a gazdasági társaságokhoz szóló törvény szabályozásainak. Tulajdonképpen egy teljesen áthatatlan, és amit az átláthatóságot illeti, csak arra tudunk hivatkozni, hogy a különböző szereplők családtagjai nagyon nagy arányban felülreprezentáltak a média tanács különböző pozícióiban. Tehát ez alapján tudunk következtetni arra, hogy hogyan mennek ott a dolgok, tehát kinek a felesége és a lánya hoz meg nagyon fontos döntéseket. Vagy azt tudjuk, hogy éppen a Magyar Televízió éppen Lépfülöpön gondolta azt, hogy a nyári adását onnan fogja sugározni, és hát azt persze tudjuk, hogy a média világában kinek
vannak nyaralói, vagy éppen önkormányzati képviselői mandátumai Révfülöpön. Tehát ilyen dolgokat tudunk, de azt nem tudjuk, hogy ez az alap pontosan hogyan fog gazdálkodni, miközben közel 60 milliárd forintról van szó. Tehát én nem tudom, hogy van-e bárhol magyar adófizetőknek 60 milliárd forintja, ahol ennyire kevés érvényesül az átláthatóság szempontja. Akkor menjünk tovább, ugye ez a bizonyos kártalanítás, hát erről nem szeretnék bővebben beszélni, ez szerintem tényleg a vicc ne továbbja, hogy önök valóságos politikai hadjáratot indítottak a ugye az pofátlan végkielégítések ellen, még az Alkotmánybíróság jogkörét is csorbították, hogy meg tudják lépni azt, hogy külön adót vetnek ki az ilyen típusú kifizetésekre, amelyek egyébként legalább annyira lehetnek indokoltak, mint akár az itt elhangzó érvek alapján a médiatanács egykori tagjainak járó úgynevezett kártalanítás. Tényleg én benyújtottam egy módosító javaslatot, és egyszerűen Szijjártó Pétert idézem az indoklásban, azt gondolom, hogy mindent elmond arról, hogy miért nem támogatható ez a javaslat. És végül is már ugye 25-15 perc ugye a felszólalási idő, úgyhogy még csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Ennek a törvénynek az egyik legfontosabb számomra támogatható része volt a gyermek és kiskorúak védelmével kapcsolatos szabályoknak a szigorítása, de azt gondolom, hogy most az egyik módosítás az tulajdonképpen teljesen kezelhetetlenné teszi a helyzetet, amikor azt mondja, hogy a 16 évnél fiatalabbnak szóló műsorszámok azok ugye nem hivatkozhatnak erőszakra, vagy nem mutathatnak szexualitást, és eddig a törvényben az szerepelt, hogy közvetlen módon, most ezt kivesszük a törvényből, innentől kezdve szerintem ez kezelhetetlenné válik, és hát rejtélyes számomra, hogy egy ilyen fiatal törvény esetében honnan gyűlt össze annyi tapasztalat, hogy mindenképpen mondjuk ezt a szabályt is meg kelljen változtatni. És akkor beszélhetnék még arról, hogy az alaki érvényesség a pályázatoknál az alaki érvényességnek a szigorítják, ami nyilván arra való, hogy bárkit ki lehessen dobni a pályázatok közül, mert mondjuk nem csatolta a bankgaranciát, miközben a másik úton pedig lehetővé teszik azt, hogy mondjuk nem csak a helyi, hanem az országos médiaszolgáltatóknál is egyetlen egy pályázóval meg lehessen kötni a szerződést. Tehát egy szó mint száz, még egy percet kérek elnök úr, és akkor abba hagyom, megígérem. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta lopakadó médiaszabályozás, és bár aláírom, hogy a hírközlési területen vannak pozitív hozadékai ennek a törvény módosításnak, ez egy sunyi média einstand, ami tulajdonképpen bele van rejtve ebbe a salátatörvénybe, ezért az LMP ezt a javaslatot nem fogja tudni támogatni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, és 2 perces felszólalással megadom a szót Novák Előtt képviselő úrnak. Önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, Karácsony Gergely egy csapásra bebizonyította azt, hogy ha nem lett volna eddig valakinek nyilvánvaló, hogy igenis nem független ez a médiahatóság és a médiatanács, már csak azért sem, amit említett, ugye, Szalai Anna Máriának, a magyar média királynőnek fideszes pártmúltjára, amit utalt, az azt gondolom ehhez elegendő volt. Viszont diszkréten hallgatott arról, amit azt gondolom, hogy mégiscsak el kell, hogy hangozzon itt. Az országgyűlés méltóságát nem az sérti, hogy ez itt elhangzik, hanem az, hogy megtörténhet, hogy a médiatanács vezetője az egy ex-pornós karrier után érhetett el most a csúcsra. Egy pornóla főszerkesztője mondja meg ma Magyarországon, hogy mit lehet leírni és mit nem. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül méltatlan. És hát jellemző, hogy ugye ezt a múltjának, ezt az elhallgatott fejezetét hát nem nagyon lehet olvasni sem sehol a médiában, talán nem véletlenül, hiszen én magam mondjuk a kuruc.info hírportáról értesültem erről, nem is csoda, hogy Szalai Anna Mária hamar sietve bejelentette, hogy ezt a portált fel kell számolni, ez volt az egyik legfőbb feladata cenzorasszonynak. S ha már média tanács, akkor beszéljünk arról, hogy ez a javaslat tovább növeli a túlhatalmát ennek a fideszes testületnek, talán nem véletlenül pont ennek, és nem a közszolgálati közalapítványnak, melynek elvileg sokkal inkább tartoznának hatáskörébe olyan pontok, amelyeket most megint a fideszes média tanácshoz utal. Míg a közszolgálati közalapítvány kuratóriumában helyet kaptak ellenzéki tagok is, persze így is döntő többségük önöknek van, de legalább formálisan beletekintési jogunk van, addig természetesen oda semmilyen hatáskört nem csoportosítanak, csak az ORTT jogutódjához, a média tanácshoz, mely a korábbi gyakorlattal szemben még minden pártnak volt ott, minden parlamenti pártnak delegáltja, most már csak fideszes tagoknak. Erre is nyújtottam be módosító javaslatokat. Erről azonban nem kívánom önöket most fárasztani a normál hozzászólásomban sem. Van elég más, fontosabb, érdekes terület, úgyhogy ezt hamarosan részletezni fogom, hamarosan jövök. Hallgassanak figyelemmel. Köszönöm. 2 perces felszállásra megadom a szót Rogán Antal képviselő úrnak. Öné a szó, képviselő úr.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy én is végig hangsúlyoztam azt, hogy itt értelemszerűen pontosan azért, hogy a személyi vitákat kerüljük el, hogy az intézményi függetlenség megteremtéséről beszélünk a konvergens média hatóságnál. Ugye ez az, ami ebből a szempontból egy európai tendencia, és az intézményi függetlenség azt jelenti, hogy a kormány nem tudja utasítani, nem tud tőle hatáskört elvonni, nem tudja a költségvetését megteremteni. Konvergens hatóságok többfélék vannak, minél erősebb az intézményi függetlenség, annál nagyobb az egyébként ebből a szempontból függetlennek tekintett intézmény hatásköre, szerepköre, lehetősége és súlya. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba mutat ez a módosítás és a hírközlési területen. Média területen gyakorlatilag semmilyen érdemi hatásköri változás nem hoz magában. Itt csendben hozzátenném, hogy bár én nem nagyon értek egyet Novák előtt képviselőtársammal a Kurucinfót illetően, de minden bizonnyal azon is sokan vitatkoznánk, hogy ez mennyire független hírportál, többek között például pont tőle. Tehát abban az esetben, hogyha ott arra hivatkozik, hogy mely cikkekből értesült valamiről, az emberben mindig felmerül az a kérdés, hogy melyiket írta egyébként ő, természetesen álnéven. Tehát a függetlenségről ezen is vitatkozhatnánk, de nem gondolom, hogy ez a vitának tárgya, tehát én ezért még egyszer erre nem is szeretnék kitérni. Még egy valamit szeretnék jelezni, tisztelt elnök úr, meg tisztelt képviselőtársaim, pontosan azért, mert tudom, hogy ilyenekkel szeretnek foglalkozni. Puskás Imre képviselőtársammal együtt jegyezzük ezt a törvényjavaslatot. Lesz ennek a vitának olyan szakasza, amikor nekem el kell menni más közéleti elfoglaltság miatt, addig ő képviseli az előterjesztőt, de biztos vagyok benne, hogy mikor visszajövök, a vita még mindig zajlani fog, úgyhogy lesz módom arra, hogy válaszoljak a vitában elhangzott érvekre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólása következik. Novák előtt képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Nos, senki sem állította, hogy a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kuruc.info független lenne, sőt, magát is egy nemzeti radikális hírportálnak vallja. Önök viszont állítják, hogy a médiatanács az egy független szerv, itt mindenféle EU-s irányelvekkel dobálóznak, mert önöknek ez fontos, hogy mit mond az Európai Unió. A médiatörvényt is csak az ő nyomásukra módosították, akár ugyanazokban a pontokban, melyeket mi is követeltünk sok esetben. Nos, önök számára, ha ez ilyen fontos, akkor valóban viszont, és egyébként is, hogyha hangoztatják, hogy független szerv, akkor nem elegáns az, hogy egy volt fideszes országgyűlési képviselőt, a Fidesznek a médiapolitikusát teszik meg a magyar médiát felügyelő testületnek az élére. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljességgel méltatlan, úgyhogy sokkal inkább azon a tájon kellene sepregetni. Az pedig, hogy ki hova írogat adott esetben cikkeket, hát kinek hova van lehetősége. Természetesen, hogyha a teljes magyarországi közszolgálati médiát, mint arra majd normál hozzászólásomban ki fogok térni, konkrét statisztikák is. Tehát, hogyha az teljességgel megszállják, akkor ne csodálkozzanak azon, hogy természetesen az interneten fog a nemzeti radikalizmus megerősödni, akár úgy, hogy igen, a legolvasottabb jobboldali hírportálá válik a kuruc.info, még ha ez annyira fáj is Rogán Antalnak természetesen. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, folytatjuk az írásban előre bejelentett felszólalások sorát. Megadom a szót Mandur László képviselőnek, az MSZP képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt előterjesztő. Én azzal kezdem a felszólalásomat, hogy természetesen ennek a törvénycsomagnak ahhoz a részre szólnék, ami a médiatörvényeket érinti, illetve valamit mondanék a erőkészítés folyamatáról is, hiszen egy törvény javaslat vitájában, főleg az általános vitában helyén való megnézni azt, hogy milyen körülmények között is került a ház elé maga a törvény javaslat. Nos, azt láttuk, hogy ennek egy tervezetét lehetett látni 6 napig a Nemzeti Fejlesztési Miniszter által az internetre kitett módon, ami véleményezése volt kitéve. A mi területünkön, a médiatörvény területén úgy tűnik, hogy túl sok egyeztetési folyamatra nem volt lehetőség. Aki észrevette, az esetleg fűzött hozzá véleményt, aki nem, nem. Tehát oly alapos előkészítése a társadalmi egyeztetést, véleménykikérést illetően nem igen volt. Ezt lényegében a minisztérium, helyettes államtitkár asszonya is e tekintetben megerősítette. Az, hogy fél éven tart egyeztetési folyamat lett volna, azért sem lehetséges, mert ez a két törvény fél évvel nem is létezett még fél éven nem is funkcionál Magyarországon, tehát
így módon a fél éves előkészítése ennek a módosítására kicsit viccesen is hangzana. Majd egyszer csak azt tapasztaltuk, ahogy Karácsony Gergely képviselőtársam is említette, hogy pünkösd előtt Rogán Antal képviselő úr benyújtotta ezt a bizonyos törvényjavaslatot, ami hát javarészt tartalmazza a minisztérium anyagát, és jó részben nem, illetve hát jelentősebb változásokat jelent, ami nagyon meghökkentő is volt. Ha egyszer a minisztérium egyeztetés, a maga az előterjesztés a bizottság ülése megerősítette azt, hogy hát itt ebben volt egy ilyenfajta munkamegosztás, akkor az a kérdés, hogy miért nem a kormány terjeszti be. Úgy tűnik, mintha lenne egy árnyék kormánya az Orbán kormánynak, ami a frakción belül működik, és már nem az első eset, hogy azt tapasztaljuk, hogy hát a kormány kénytelen igazodni ahhoz, amit végül is a képviselők benyújtanak. Még nem körvonazott teljesen ennek a Fidesz árnyék kormánynak a centrális erőtérben a helye és a szerepe, úgy látszik az árnyék kormányt is a Fidesz fogja létrehozni, de hát a képviselő önálló indítványok sokasága azt mutatja, hogy mégiscsak létezik egy ilyen, amit megpróbál az Orbán kormány lekövetni. Annál is érdekesebb a dolog, mert a kormány képviselője azt is elmondta, hogy majd módosító javaslatokkal kívánják ezt a előterjesztést kezelni, amire kíváncsi is lennék, hogy hogy fogják csinálni, hiszen nekik a házszabály szerint ilyen lehetőségük nincsen. Nyilván majd egy frakcióval megteszik ezt, nyilván ez a Lázár frakció fogja majd megtenni, ha Rogán kormány előterjesztésével kapcsolatos Orbán frakció vélemény nyilvánítását, vagy módosító benyújtását, mert házszabály szerint azért másnak erre nincs lehetősége. No, hát ennyit a előkészítés furcsaságáról, ami jól mutatja azt, hogy egyébként e területen valami versenyfutás van. Valakik versenyt futnak a Fideszen belül, hogy kinek az akarata, kinek a szándéka hogyan érvényesül, mely csoport fog megjelenni a ház előtt, módosítja majd a törvényeket, amihez képest, hogy valaki kialakíthat egy másik viszonyt. Tehát egy ilyen Fidesz versenyfutásnak vagyunk a tanúi, ami a média területén most már egyáltalán nem meglepő, mert már ezt láthattuk 21 évvel ezelőtt is, amikor eredendően megjelentek a törvények, hogy éppen melyik Fidesz csoport kerekedett felül a másik fölött, aszerint jött be a törvényjavaslat, vagy jöttek be a különféle módosítók hozzá. Úgy is néz ki ez a média szabályzás. Zavaros, irányítási keszekuszoság van benne, főleg a közmédiumok területén, és a mostani módosítók sem javítanak ezen a dolgon. Karácsony Gergely kollégám nagyon sok pontjában rávilágított ennek a visszásságaira, úgyhogy lehet, hogy ezekre én már nem is fogok kitörni az idő hiányában. Eddig is már kétszer kellett módosítani, úgy még fél éve nem is áll ez a törvény, ez a média törvényre gondolok, ez a harmadik módosítás. Heves nemzetközi és hazai kritikák tüzébe került a magyar médiaszabályzás. Az ember azt gondolná, hogyha igazodni kívánnak az európai normákhoz és elírásokhoz, akkor most megtenné akár a kormány, akár az árnyék kormánya Rogán Antal személyében, hogy ezeket a normákat beépíteni, ha már egyébként ilyen közel 100 módosítással kívánja kezelni ezt a média törvényt. Ennek nyomát sem lehet látni. Tehát e tekintetben azt kell mondanom, hogy az egy egyszerű politikai megtévesztésnek vagy blöffnek tekintjük, hogy ez vezérelte volna ezt a mély változtatási szándékot, amit egyébként önök mondtak. Viszont a pontosítási burokban, ha az ember jobban belenéz, akkor felfedezi, hogy megbújnak bizony nagyon fontos tartalmi kérdések és szabályzási problematikák, méghozzá úgy, hogy az eddig felvetett problémás elemek, amit a Európai Unió több intézményében is találkozhatunk vele, illetve más európai intézményekben a hazai kritikákat is nemhogy javítaná, hanem tovább súlyosbítja a dolgot. Na hát nézzük végig az első törvényt, legyen ez a média törvénynek nevezett törvény, amit módosítani kívánnak. Vegyünk egy passzust. Szigorítások a pályázati eljárásban című fejezet, én ezt így írtam be magamnak. Ez a média törvény 56. paragrafusában sorolja fel a lineáris média szolgáltatási pályázatok, azaz frekvencia pályázat kötelező tartalmi elemeit. A hatályos törvény 57. paragrafusa felsorolja, hogy ezek közül mely elemek hiányzása esetén számít alakérvénytelennek a pályázat. Hát, tovább módosít és szigorút eddigi szabályokon, ezentől az 56. paragrafusban szereplő bármelyik elem hiánya esetén alakilag
érvénytelennek minősülne a pályázat. Ezt a média tanács így módon el is utasíthatja. Nos, a jövőben az alak érvénytelenség kimondásának terhére kellene a pályázóknak már a pályázat benyújtásakor nyilatkozni a többek között a más média szolgáltatásban lévő tulajdoni részesedésekről, és arról, hogy vele szemben nem áll fel kizáró ok és más folyamatban lévő pályázat.